Meghosszabbította a kormány a kényszer szabadságra küldött alkalmazottak állami támogatásáról szóló intézkedés hatályát. A kabinet ugyanakkor rábólintotta a gyermekfelügyeleti szabadságról szóló jogszabályra is. A kényszer szabadságra küldött alkalmazottak támogatására vonatkozó intézkedést szerdai ülésén hosszabbította meg a KÜCSU kabinet. A kormányülést követő sajtótájékoztatón rá Luká Turkán munkaügyi miniszter emlékeztetett, hogy azoknak a munkáltatóknak az alkalmazottai, illetve azok a szabadfoglalkozásúak jogosultak fizetett kényszer szabadságra, amelyek tevékenységét a hatóságok korlátozzák a járványhelyzet miatt. Prelungirea șomajului tehnic este necesară pentru că această măsură se acordă. A kényszerszabadság esetében a támogatásról szóló intézkedés meghosszabbítása szükségszerű, hiszen ebben részesülnek azok az alkalmazottak és alkalmazók, akiknek a tevékenysége korlátozva van a hatóságok döntései miatt. Eddig 1.200.000 személyt segített ez a támogatás, amelyet 4.800.000.000 lejjel finanszíroztunk. A kényszerszabadság ideje alatt az érintettek a bérük 75%-át kapják meg, de az országos bruttó átlagbér 75%-át nem haladhatja meg az állami juttatás. A tárcavezető becslései szerint mintegy 32.000 alkalmazott és 15.000 szabad foglalkozású személy részesül majd a támogatásban. A kormány elfogadta a gyermekfelügyeleti szabadságról rendelkező jogszabályt is. Rá Luká Turkán elmondta, az online oktatásban részesülő gyereküket felügyelő szülők alapbérük 75%-át kapják meg az otthon töltött napokkal arányosan, de ez az összeg ugyanakkor nem haladhatja meg az országos bruttó átlagbér 75%-át. A támogatás csak az egyik szülőnek jár, akinek egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitöltenie. Becslések szerint mintegy 20.000 személy részesül majd a juttatásban.